together. Can't count up the time. Szevasztok srácok, hello stream! Megjöttünk! Kaja is on, tele a pocak, indulhat a következő műszak. Hú, de nekek! Ez most jó eset. Akkor addag spagettit ettem, gyerekek, hogy... Tele vagyok, mint a pap. Na, hölgyek, urak, akkor... Folytatjuk ezt a kis csodálatos vadászos gémet, mit szóltok, jó? És... Hú... Várjatok, mert nekem... Na! Kicsit megvetkőztettük magunkat, mert ez így már sok volt ez a pulcsi. Szevasz Beniken, hello hello! Nos, szóval, game is on! Megnézzük, hogy egyáltalán lehet-e benne ilyet, mint amiről szó volt, ugye? Lássuk. Hogy multi. Tic. Kezdődjön a móka! Apex. Oh! Micsoda zene! Multiplayer! Create game! Na gyerekek, akkor hogy legyen? Tehát, hogyha én itt most csinálok egy olyan mapot, ami nektek nincs meg, akkor nem tudtok rajta játszani, mi? Hát nagyjából ugye erről lehet szó, gondolom. Akkor mi az, ami tuti megvan mindenkinek? Felden Hunting Reserve. Ez megvan mindenkinek a Layton, jó. Mennyi a max? Ja, 8 player a max. Na úgy hagyjuk 8-on, hát ha beférünk. Server Visibility. Private. És akkor itt majd tudok adni neki... Ahogy tudtok rám joinolni, érted? Minden publicon hagyom, jó? Publicon hagyom. Nézzük meg, hogy most mi történik egyáltalán. Lássuk. Lássuk. Ah, you made it here in one piece. Welcome to the untamed wild. Name's Colton Locke, but everyone calls me Doc. I'm the warden up here, and I know just about every nook and cranny of this place. I heard this is your first time in the Pacific Northwest and Lake District. Well, this here's the best hunting reserve you'll find in 100 miles. Ooh. I've been hunting here my whole life, and I still don't get tired of this place. Remek. Azt a kur... Ekkora ez, baszd meg! Jesus! Várjál, nem mondom. Itt megvan baszva. És akkor most hogy van? Vagy most mi a lényeget? Tehát ide most be tudtok lépni?
Ti is? De hogy hova léptek föl? Ezt nem is értem. És ide fog most bedobni mindenki? Tehát akkor srácok, ide jöhet most minden... Ide most jöhet mindenki. Ugye? Gyakorlatilag. Hogy bazd meg. Áj, meg is megfeküdt. White-tailed deer are often slightly bigger than the black-tail. But they're quicker to flee if they sense danger. Itt van! Fuck! Huh! Nem járt túl sok pont. Equipment unlocked. Megvan az a rifle scope, gyerekek. Vágod? Na ide a fő kéne joyak. Ez meg milyen tudás. Idé van egy gyöngyösen. Blacktail deer. Várjál, mert nekem ugye elvileg van ehhez egy csomó ilyen izém. A whitetail deer. A négyes jó white térre. Ez most nem kell. És elméletileg jó, de ott... Szarvas, bazd meg. Vagy érzed, hogy mi a büdös faszom volt ez. Várj, melyik volt ez a 4-es vagy 6-os? 4-es. Addig várunk, gyerekek! De durva! Elkezdett esti az eső! No fucking way! Na mindjárt oda kell fölmenjek a kilátóba úgyis. Ugye van oda. Placeholding. Oké, srácok. Na mindjárt kiderül, hogy mi lesz itt akkor, meg ha ki tud bejoinulni, meg ki nem. Megint ez ilyen full más playstyle-ú pálya lesz. Köd, bazd meg. Nem durva. Semmit nem lehet látni ebbe a kurva ködbe. Ott valaki már világít. Valaki már világít, mondj.
hogy lehet? Vagy menjünk. Föl kell fedezni a zónát. Az egészet. Mindent. Tek, tek, tek. Ó, paszt meg. Black Bear. Egy bőmedve van. Ott van valaki, tényleg a bejnekem belépett. Király. Join the session. GG. És látom is a mapon. Na, és őt máshova rakta. White-tailed Jack Rabbit. Szevasz, Kesuhun, szia! Üdve. Ez nem egy PUBG. Ja, és itt én azért nem tudok akkor csinálni semmit, mert még nem voltam ezen a mapon, ugye, hogy gyakorlatilag ez ide a legelejére hozott el. Aha, értem. Na mindez a főröngyölünk. Ez az a baj, egyedül az a baj, gyerekek, hogy kurva sötét van. De minden esetre szépen főröngyölök. Ide. Vigyek quadot, DC. Ó, bázz meg, gyorsan itt el kéne tellátni egy zék, hogy legalább nappal legyen, mert ez egy nagyon ratyi. Nem látok semmit. Főmész mi van? Black Bear. Az nagyon beteg, geci, fekete medve. Vágod? Édes faszom. Hát srácok, csak hogy az egy baj van, hogy itt ez konkrétan akkor nekem most az egész izét így föl kell fedezni mindent. Ahhoz, hogy ebből valami legyen. Még nem tudok quick travelezni egyelőre. Itt vagyunk, Adam! Wow! These are some strong gusts today. I'll have to speak up, or you won't hear me. Jesus Christ. Hogy ki van világítva, papa? Ez egy medve volt? Hát egy medve itt átszalad, gyerekek, hát végül is mi baj lehet? Édes faszom. Na várja, ezt itt szörvéjezzük meg. Hát Discordot majd beaktiváljuk, hogyha kicsit többen leszünk, vagy hogyha leszünk még többen. És akkor azt megoldjuk úgy. Ja, hogy itt így be lehet ide jönni, what the hell. Hát gyerekek, itt azért. Itt ez más ilyen kis izé, mint a szavannám volt, ez a kis füstös semmi. Jövök, Lakvadé! Gyorsan egy izét kell elérni. Hogy
nappal legyen. Guten Tag! Benike! Ez az! Wow! Wow! Én nem bírok rá... Nem áll! Nem bírok rá ülni más kardjára! No! 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 Fáj! Mindegy 200 méter, odáig elfutok. És akkor ott lesz ház, és akkor elmegyünk innen az éjszakából. Szevasz Vladimir! Ó, minden faszra, minden nagyon babacsenkó. Nekem valakit nagyon csúnyán segbe kéne basszak. Most a medvét jó lett volna egy futásból elvőni, gyerekek. Durva lett volna. Ez így. Mindenféleképpen most oda elszaladok parasztba. Pak, pak, pak. Pak, pak, már csak 130 méter. És akkor csinálunk nappalt, alszunk reggelig, mert nem látok semmit, Móni. De itt medve van, bazd meg. Medve van. De hogy futott ez ilyen gyorsan? Medve nem fut ilyen gyorsan, gyerekek. Ez nekem jön, ehhez képest az oroszlán az lófasz. Ó, oda nézzetek. Micsoda kis jurta. Eszte. Pang. Aszta. Ez igen. Na várjatok, gyorsan akkor eltekerjük az időt. Ja, hát 22:10 van, igen, igen. Tehát 6:20-ig. Plejt. Ó, ez az. Na. Felmentél Discordra. Oké, oké, oké. Nagyon-nagyon babacsenk. Úristen, de jó néz ki így. Aszta. Na, én is fölrongyolok akkor Discordra. Rövid távon 50-nel megy a medve. Úristen. Mi megy 50-nel? Fuck. Hogy ment egy medve 50-nel? Halló, halló, guten tag. Most nézted meg, lol. Oda néz, milyen kis hangtompítós USP-je van, baszki. Beniken, én nem hallak, aranyapa. Az van, hogy én nem hallak. Nem, én az időben most ki kell húzni. A storage... Halló, na most valamit hallok, csak kicsit halk vagy még. Aha, igen, igen. Várjál, egy picit föl kéne, mert lehet főhangosítalak. Másodperc. Beszélj most? Most jó. Hát, még mindig halk. Kicsit adjál hangot magadra, mert én főhúztalak már maxra. A settingsbe. Jobb egy kicsit, de még mindig elég most halk. Jó. Na most jobb, most jó. Oké. Okay. Alright. Na kérem szépen. Akkor... Menjen a vadászat. Hát induljon, induljon. Srácok, akkor aki szeretne még jönni, kész a szerver. Majd a Beniken mindjárt elmondja, hogy hogyan lehet csatlakozni, a fingom nincs. Nagyon könnyű, a multiplayer menüben ott vannak szűrők, és hogyha a pályát, hiszem, Leighton Lake-re jöttünk, hiszem ez az. Igen, igen, igen. Állítottad be. Akkor ott lesz. Én 4 szervert láttam, köztük az egyik a Csicsor szervere néven futott, úgyhogy... Akkor azt mindenki megtalálja, gyerekek. Aki szeretne jönni, az akkor joinoljon. Hát. És ez a pálya mindenkinek megvan. Jaj, ja, azért raktam be ezt, igen, igen, igen. Itt nekem van egy csomó ilyen kérdőjel most. Mehetünk. Mindig XP-t ad. Let's go. Tőlem mehetünk. Nazda Ravie. Viszik egy sátrat, hogyha bármelyikünk vagyjával lesz valami.
És begyűjtöttem mindent a pályákról. Ja, lol. Azért jöttem fel ilyen későn. Elfutottál? Igen. Rendben, megyek utánad. Oké. Te is ez a sátor, ez most mire jó pontosan? A sátor az olyan, mint egy mozgatható menü. Vagy ilyen, ja, tehát hogy itt lehet vásárolni, kérhetsz quadot, ilyenek. Aha. Ja, na hát az... Az úgy mindjárt más, hogy hangzik, igen. Jó ez a map, bejön. Tök faszán néz ki. Mindegyik pálya nagyon szép amúgy. Ott a Blacktail Deer itt be warning callozott. Oké. Okay. Fő tudsz idejönni te is? Hát most fenn vagy éppen, szóval nem, de ja. Én meg tudom oldani. Van amúgy ilyen lesátor is, tehát egy három Lohol. Fajta... Ja, négy fajta sátor van. Ebből három ilyen különböző les. Aha, aha. Na és ilyenkor így úgy ez a széllel szembeni menet, ez a jó ugye, hogyha mindig így szembe széllel mész. Igen. Aha. Hát ez az hát mehetsz ahogy akarsz, így biztos nem éreznek meg. Uh-huh. Ha nem vagy túl hangos. És akkor maga az a rész, az hogy van, hogy meddig lehet futni, meg crouch-olni, meg prónolni, milyen távokból kell. Hogy érted, futni, ugye hát hogy mit tudom én, hogy 200 méteren kívül futhatsz az állattól, vagy mondjuk 100 méteren kívül, vagy hogy mikor kell... Ez változó, én azt úgy vettem észre, hogy minél erősebben fúj a szél, annál hamarabb észreveszik a szagakat, és annál kevésbé hallják a hangokat, tehát egy ilyen nagyon fura. Aha, aha, aha. Tök random, hogy mikor hallanak meg. Na, bazd meg. És tök random, hogy mikor hallanak be úgy a bokorba, mint te. Ja, neked igen. Volt a belény. Igen, 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 igen. Volt, hogy nekem a... Nem látom. Te hanyas szintű vagy egyébként, mert látod neked a skill-e sokkal fejlettebb már egy azért szempontból. Nem, nagyon rég játszottam. Ja, aha, aha. Alright. És akkor is tényleg csak úgy, hogy haverokkal lejöttünk egy helyre, és ott vártunk, míg valaki oda nem jött. Aha. Az még egy csorda vadászat volt, úgyhogy pillanatok alatt ilyen 5-6 lövést le lehetett adni, ha. Szóval... Ennyi. Azt hogy lehet megvenni, vagy mi kell ahhoz, hogy a távcsőben lehessen látni a távolságot? Azt nem tudom. Három távcső van. Uh-huh. Hiszem. És az egyike. A második tudóját, hogy mutatja, hogy milyen távolságra vannak. Aha. Itt van egy nyom. Itt meg vannak kacsák, bazd meg. Kacsák hol? Ja, igen. Hozhatunk volna sörítést is. Várjál még. Jó. Mindjárt ledobok egy sátrat, és akkor mehetünk sörétessel. De mi, ezek ellen sörétest kell hozni, vagy mi? Hát, hogyha felszállnak, akkor biztos. Ja. Én például úgy szoktam dőlni. Tehát, hogy ezek felszállnak. Tessék, aha. Itt van. Nézd, szexi katonai sátor. Na, nézzük. Ú, de baba. Mik a jellegzetes vadak itt? Hát ez jó kérdés, baszki. Én ezt most meg nem mondom. Van jávor szarvas, abban biztos vagyok. Uh-huh. Rodir? Azt hiszem a másik. Ami uh-huh. van. Uh-huh. Nem tudom. Az lehet. Legtöbb szarvas. Az itt megtalálható. Meg a fekete medve, a róka. És a nyúl, azt hiszem ezek. Igen, a fekete medve az már konkrétan szembe jött. Birdshot, backshot, slug. Akkor ide birdshot kell? Ide birdshotot érdemes. A slugot például nagy állatra jó, mert hogy az megöli instant. Aha. Oké. Okay. De hogyha megnézed,
hogyha megnézed a ráviszed az egyik fegyverre a, vagy lőszerre a egeret, akkor ott kiad egy csomó információt, és a weapon class az mutatja, hogy melyik állatra jó. Van nullás, az csak nyuszira, van egyes, az rókára, ilyen méreteket mond. A kettes az szarvas, a hármas az medve, és azt hiszem még talán négyes is van. Jesus. Ami bölény. Ja, négyes. De az egy fegyver. Én csak azt nem raktam be a storage-be. Aha, az ammót. Ez az. Most így jó. Van ilyen izém egyébként, ilyen kacsa csalim. Azt használhatod, bár az általában repülőket hívja magunk ide. Tehát, hogyha egyik repül, akkor... Akkor ezt most hagyom egyelőre. Gyorsan berakom azért. Kicsit ez még lassan megy, az, hogy most akkor mikor mit kell berakni. Meg hova. Hát... Ja. Pillanat. Csak közben hátulról szólítanak. Jó. Ott egy múz, geci! Jön felénk! Okay. Hol? Telibe, szembe. Itt meg ez miért? Ja, nézem. Ja, itt valószínűleg róka jártam, megnézed. Hova raktam? Jézusom, mi ez a beállítás? Csak utoljára én úgy látom, hogy négy fegyverrel mentem. Ja, lol. Na most mert hogy... ezt a szarvast. A túlparton van, ja. Az most elmegy, de én itt láttam egyet itt a kacsák mögött. És ide felénk sétált. Az jó lesz, hogyha nádas vagy, tőle csak kibukik egy ilyen szarvas. Tuti ott van. Egy múz, egy level 1-es volt. Kacsa. Jaja. Tuti itt van. Jó van, bement a zébe. Na mindegy, nézzük meg a kacsát, azt még úgyse lőttünk. Itt a stream alatt. Te is akkor ez a lövés, ez hogy van? Ugye, hogy így jól érzékelem én ezt, hogy 100 méternél közelebbről kell itt ellövődözni a sniperrel is? Ez azt hiszem az egyik skill tudja azt, hogy majd karakterednél két lehetőség lesz, de általában ilyen. 100 méternél messzebbre én sem nagyon szoktam lőni még. Aha. Ezekkel a fegyverekkel, amik most vannak, majd nagyobb szintűekkel lehet. Aha. Hol van ez a múz, ez hova van? Nem tudom, itt azt hiszem van egy ilyen ajánlós helyük. Aha. Száz méterre van a kacsa. Oké. Okay. Srácok, aki szeretne jönni gémelni, az nyugodtan Discordra is, meg a szerverre is följöhet. 8 főig open a buli. Felszálltak. Ó, bazd meg. Csak ezt most mi lőjük meg izébe? Sotival? Mindjárt meglátod. Elvileg kihozza őket a víz. Én lövök, mert nekem most... Te... Nem tudom, hogy... Akkor találja el, hogyha ilyen fehér köd lesz körülötte, vagy ilyen füstfelhő. Uh-huh. És hogyha a vízbe esik, akkor kihozza hozzád a víz. Uh-huh. Nem tudom. Viszont a kacsák azok szoktak úgy jönni, hogy egy ilyen felhőbe konkrétan eljönnek fölöttünk. Lol. Tehát, hogy az nem ritka, hogy majd az erdőbe is kacsa hápogást fogsz hallani. Aha. Uh-huh. Ez fasza. Tudom, mit nem csináltam, meg nem hoztam egy újabb sátrat. Mindegy, akkor pillanat is jövök. Visszaugrok, és akkor visszafutok. Most itt leveldeztünk, szóval akkor adnám ezt annyira hangos. Jó, csapjad. Reggeli! Gyerekek, még 6 fő jöhet a szerverre. 6. Látom az... Ott szalad.
Micsoda? Valami nagy. Megint bazd meg, ott a fa mögött eltűnt. Bizony, bizony. Úgyhogy még 6 ember kéne, hogy jöjjön, és akkor csapatunk egy 8 playeres hunting, hogy gyerekek. Az úgy elég imba lesz. Hajtóvadászatot. Hajtóvadászat, ennyi bazd meg. Szevasz Levi Meister. Cső. Várjál már, meg mit szólsz ennyire? Megvárlak. Jó, mehetünk. Az izgi lesz, drukkolok nektek, jó. Valahol itt telibe szembe volt a vad. Elszaladt. Nem ingyenes aranyapa, nem ingyenes. Sajnos ez nem. Na itt a nyoma. Ez melyik hívó? Ez a White Tail. Mert az volt itt, azt már lőttem. Ez melyik hívó? Ez a 0690. Na jó. Be careful when hunting black bear. Opa, ment a koki. Unpredictable, but they also make very little sound and leave few tracks. You can sneak up on one without realizing it. Most találtam izét. Fortunately, they'll probably notice you before you them. Fekete medve szart. Remek. És az a jó, hogy friss. Tehát, hogy ilyenkor kb. 100-150 méterrel tőlünk. Fasza. Hogyha nem rohan. Itt is van minden. Most mondta nekem ez az NPC hang, hogy azt mondja, ne aggódjál, mert valószínűleg előbb észrevesz téged, mint te őt. Ha, remek. Igen. Eddig egyedül a bölény rohant nekem, meg a téli pályán egy medve. Én nekem már minden rohant. Egy nap alatt. Jó, de az nem értem, amikor beálltál a bivaj elé, ott a bokornál. Ja. Jó, a medve az tőlünk jobbra ment el, ha jól látom. Mert közben úgy akarom, hogy úgy csináljuk, hogy menjünk, és akkor én mindig egy-egy ilyen spotot, amit így észreveszek, azt leraktam oda egyet. Föl a hegy tetőre, ott szembe, az a magas hegy. Annak a tetején van valami waypont, akkor arra induljunk el. És akkor közben itt akármit vadászhatunk. Rendben. Hopp. Ott az ember. Múze. Level 1-es. Ezt neked most így bejelölte? Nekem bejelölte, rózsaszínen. Oké. Okay. Olyan feltűnő. Igen. Ketten vannak. Egy balra. Osztod, mekkora a gancsa van, bassz meg! Az 5-ös. Medium. Azt le kell lőjük. Jó, a másik irányból érdemes kerülni, viszont vigyázz, mert a kacsák a végén még megijesztik őket, tehát hogy... Bazd meg. Ez egymásra figyelnek az állatok. Egyik megriad, az összes megy. Mekkora baszott agancsa van, Móni! Gyerekek, ezt most levadásszuk. Nőstény, figyelget. Mindegy. Rendben. Itt maradjak nézni. Hogy mozdulnak-e? Ha ne, te is gyere, dehogy. Ha végig lesz rálátásunk, nem? Hát, szerintem igen. De óvatosan, ne menj a vízbe! Ez itt már ilyen mocsaras puttony? Hát, te most éppen ott vagy. Én a nádason kívül vagyok. Aha. Hú. Azt ott le kell szedni. Lehet, hogy egy ponton nem lesz majd, mert hogy nagyon úgy néz ki, hogy itt van egy ilyen, hát ilyen kime, egy ilyen, nem tudom, mert hogy az nem fél sziget, mert túl pici, közeledik felénk egy, arra figyelj. Merre? Ott volt.
most látom, még mozog az ág. Annak is van a gancsa, beszarsz. Nem tudom mutatni. Dőlünk balra, bokorba, a bokorba. Ott. Most nem mozdulj, mert lehet, hogy felénk jön a végén. Ez ott nagyon figyel. Hol a faszba van, bassz meg? Bozótosban, ippe. Nem igaz, hogy nem tudom bejelölni. Ott forog a bozótosban a szemétláda. Mindjárt megnézem, hogy rá tudok-e látni. Csak ne veszítsem el. Közben nézem a miénket, a targetot. Rendben. Az szép score, goldos. Az mi, hogy goldos? Vigyázz, Csicsor, itt van konkrétan mellettünk, szerintem egy ilyen... Nem tudom, az a baj, nem tudom, hogy tudok-e úgy pontot rakni, hogy te is lássad. Nem látom, baszki az állatot. Arra van bent, konkrétan itt a bokorban. Na, aha, ott jelzed be. Aha. Ő az. Nem baj, nem lövünk rá. Nem. Nem is látok rá, hogy... Ezek ott egy medve, geci! A miénkné! No, megtámadja! Nem. Nem. Hú. Viszont, hogyha nem figyelünk, ez a szarra segít oldalt megtámadni minket. Próbáljuk meg elkülöníteni, mondjuk így, vagy hogy másik irányba fusson és ne feléjük. Uh-huh. Hát úgy kéne, hát hogyha ez itt van balra, akkor az nem a felé fog futni. Gyanítom. Reméljük. Nem hiszem. Már milyen távolságra vagyunk? 300 méter még, anyád. Látod? Látod? Ez már elfutott. Oké, okay, GG. Vagy hát messzebb van, az biztos. A szél viszont most kitűnő. Tökéletes. Tökéletes lesz majd, hogyha itt a... Mert ezt kikerüljük, ezt a tócsa részt, akkor... Igen, igen, igen. Mennyire lehetünk tőle majd 100, 150 méterre kb? Hát még az a baj, hogy ez még 270 nekem azt írja, de valami nem stimmel ezzel a 270-nel, szerintem ez nem annyi, ez kizárt. Megpróbáltunk tőlem rálőni, tehát nem, hogy nem az a múlik. Méter, 100 méter, 100 méter belül megyünk, rendben. Ezt le kell lőjük, jó? És egyszerre fogunk lőni. Jó. Vigyázz, a nőstény az totál lát minket, azt teggeltem, úgyhogy látod esetleg. Jó, most kicsit lejjebb googolok. De hogyha googolva nyomod a shiftet, akkor is gyorsabban megy. Aha, igen, igen. Zsír. Zsír. Mikor szeded tehát, be a vadat, amit lelőttél, bal alul mutatja, milyen osztályú. Van ez is bronz. Jó, hogy van ilyen, hogy milyen osztályú vadat lőttem le. Lol, na ezt se tudtam, látjátok? Hát azt én se. Mindegy. Minden nap tanul az ember valamit. Nekem még mindig azt írja, 200 méter. Mindig? Várj, akkor én is megnézem. Ez... 205. Pedig ez az, baszki. Ez az. Yes. Ez annyi. Nekem 214 yardot ír. Ja, yardban van? Én voltam az, aki írta, hogy átállítottam véletlen amerikaira. Ja. Nem tudom visszaállítani, és annyira idegesít, hogy mérföldben meg yardba látok mindent. Hogy... Mekkora a gancs, bazd meg! Ha ezt nem lőjük le... Az lesz a kérdés, hogy melyikünk lövi azt, tehát egy... A gyilkos lövést. Az amit mindegy. Ténylegesen. Hát az igaz, hogy mindketten kapunk egyszer lóvét, meg XP-t is. Mindegy, csak dögöljön meg. Dögöljön meg? 180 méter. Közeledünk, gyerekek, közeledünk. Akkor úgy kell lőni, hogy minden szervét sebezzük. Tehát, hogy legyen benne tüdő, máj, gyomor. Akkor egyikünk egy jó, kicsit arra, az elejét. Arra viszont... Arra viszont vigyázzál, hogy látod, hol a lapockája. Aha. Na azt, szerintem neked most melyik fegyver van a 243-as, 270-es? Ott ül egy medve, bazd meg! Szembe ül a medve, geci, és minket néz.
ott ül a tóparton, és minket néz a Maci Laci. Szerinted az mi? A szíve. Az azt nézi, hogy na gyerekek, ezt megnézem, hogy mekkorát fajlódtak erre a jávol sarvasra. Onnan spotol minket. Vágod? Arra azt mondtad, ja, én innen már rámernék lőni, de... No, nekem 270-esen van, de biztos nem lövünk le. Ajaj, na, feküdj le, feküdj nem, le, feküdj le. Hívó. Ja, hívó? Tehát, hogy ő most hívta. Még nem tűntünk fel nekik. Ne is tűnjünk fel nekik. De szép vagy a kurva anyád, még a mekkora fasza van, te jó Isten! Azt fogom ellőni. Nőstény helyén maradj. Én ennél közebb már nagyon nem akarok menni. Figyelj, most tudod mit csinálunk? Most befekszünk. Feküdjé, és még közebb kúszunk. Feküdjé, és oda kúszunk. Na. Csak most ne fingje, az a lényeg. Hát most nem fogok. Itt de itt is működik a shiftes. Igen. Ó, de szar ez a helyzet. És utána fölkelünk. 100-nál meglőjük, jó? Ha beérünk 100-nál. Hát figyelj, így jó. Az enyém nem fog érni semmit. Az én weaponom. Közelebb kell menni. Az enyém sem. Tehát, hogy a... Nekem most az alapfegyverem van. Aha. A 100 fölött, hogy tüdőre menjek, az esélytelen, mert ott van a lapockája. Aha. Igen. Az a kurva nagy szerencsénk, tuti tüdő legyen. Oké. Oké. Az lesz, bazd meg. Tuti tüdő? Tuti tüdő lesz. Úgy megtűnt. Na, én már 110-nél lesz. Én most már 110 yardnál vagyok. 105 méternél vagyunk most. Hát innen már megmerném próbálni, csak óvatosan álljunk föl. Majd úgy kell csinálni, hogy fölállunk, azonnal beszkópolunk, számolok vissza és shotolunk, jó? Jó. De menjünk el nyugodtan 90-ig itt a susnyába, semmi baj nem lesz. De, mert hogyha megnézed, ott van a kis hangszóró, jobb alul. Nekem... Na, hangos hogyha az... Aha. Igen, és az mutatja, hogy milyen hangosak vagyunk. 95-ő? Már... Ilyen nagyon-nagyon... Osonjunk. Jó. Óvatosba. Én meg látom. Akár még fekve is meg tudjuk lőni. Én még nem látok rá, hogy van kibaszott vadnövény van, bazd meg. Ne nyomd a shiftet, és akkor kibaszott halk vagy. Én már innen látom, rendesen. Várjál, kicsit takarítok, gyere balra. Oké. Várjál, picit én is takarítok. Innen fogjuk leadni a lövést. Oké. Na figyelj. Amikor felemeli a fejét, jó? Akkor. Akkor lövünk? Igen, akkor lövünk. Lőd a szügyét. Figyelj! Mehet! Vigyázz, lehet, hogy a medve ránk fut, hogyha olyan kedve van. Nem, elfutott. Ja, megelőztél, oké. Okay. Néztem körbe, és így... Ja, hogy hol vagyok? Igen, és akkor ilyesztem. Kárcsolok, bazd meg. Ó, kurva nagy vérplacsni van. Persze, két lövés után is várom, hogy nagy legyen. De én utána még hiteltem még egyszer, fixen. Fixen még egyszer? Fixen, itt a... Hát a picsájába belementek golyóz, nem biztos, hogy... Ja, itt. Akkor... Ja. Ezt meg én lőttem akkor. Úgy be is szart, itt lőttem segbe. Ott a medve tőlünk jobbra. Ott van. Rálövök még egyszer. Jó? Hogy zére a jávorszarvasra? Aha, ott van. Oké, mehet. Nem állsz be a célkeresztbe, te. Bazd, majdnem téged. Na, az kérdéses, hogy azt elkapta-e? Még ott futtak. Mi van itten? Jó, az hagyd, az nőstény volt. Ja. Újra tölt. Most ez nagyon kérdéses, nézd meg. Jó, ott igen, a nyom. Igen. Pillanatra azt hittem, hogy elfordult másik irányba. Itt a vér. Aha. Itt van a
bement a vízbe. Ez mi ez a jel itt? Aha, az, hogy a vízben van, akkor hagyja egy nyomot. Ja. Remélem őt lőttük meg, és nem valami másik állatot. Az se baj, ha másikat lőttünk meg. Na te szemét. Ott maradt. Itt van, ja, itt van az a nőstény. Tudom. Ezt hagyjuk szerintem elmenni. Ja. Jó, akkor... Itt vannak a nyomok. Ja, őt lőttük meg megint. Alright. Legalábbis nagyon úgy néz ki. Pontos, igen, én is látom itt végig. Hú, gyerekek. Ennek meg kell halnia. Remélem meghal. Mennyit kapott? 6 lövést? Hát, sokat. Mindegy, én már sörítést tettem a kézbe, hogyha kijön az arca. Esetleg, ja. Igen, itt lőttük meg megint. Igen, te második lövés. Oké. Ez tuti elpatkol. Tuti elpatkol. Nem tudom, nekem az nincs kifejlesztve, hogy mutassa, hogy mennyi HP-ja van. Nem tudom, hogy te nekem látod-e. Sincs, nekem sincs még. De itt van a helyet újtság. Bent. Aha, itt lesz bent a szemétláda. És most fordultok be. De nem szeretek ilyenkor bozótosba menni. Megyem a múlti aranyapa. Lehet jönni gyerekek, aki még itt szeretne. Kifeküdt. Ó, várjál. Itt van. Itt van, gyerekek, Vin! Oda nézd, mekkora a gacsa van, keci! Állj ide mellé, várjál, vagy kiálljon oda mellé, mindegy. Én mindjárt, csak én most egyet printelek így magába, így az agancsáról. Oké, akkor majd én is csinálok, és akkor tegyünk egy felváltva egy fotót, hogy nézzük, hogy mi lesz a vége. Várj, de begoogolok. Vágod, googolva akkora vagy, mint az aggancsa. Ja, bazd meg. Na várjál, akkor most cseréljünk. Nem tudom, kinek a menti képét fogjuk. Pillanat, közben egy vita folyik hát. Na, én ezt akkor lekonfirmálom, nézzük meg, hogy mi történt vele, gyerekek. Kurva szép állat. Azt mondja. 588 kilós. Itt van mellettünk, lőd agyon! Nem érdekel semmi, ezt most elolvasom, hogy mi van itt. Medium difficulty, trophy rating, 640 pont. Sörítem meg a kis szemetet. Azt figyeld! Látod, hogy kiöli meg, vagy hogy kiölte meg? Hát hogyha megnézed, hogy százalékban melyik kiölte meg leginkább. Kivitele te többet. Te találtad el az... Ja, mert nekem gyakorlatilag nem ment át a húsán. Lapockáján? Nem ment át a húsán. Hát az pehes, de te is fogsz kapni, érted, tud. Aha, igen. Nem ment be a tüdőbe, bazd meg. Sajna. És ez a vér, ez mit? Azt most, aki itt jött, azt csörétesre küldtem meg. Ja, a szájba verted? Jó van, helyes. Persze. Csak az volt így a kezembe, és így... Dír. Lol. Egymást tudjuk előni benne? Nem tudom, van-e benne a friendly fire. Nem hagyta. Bemászta a célkeresztbe. Ja, igen? Egyszer. Már kipróbáltad? Nem. Amikor itt jöttünk vissza, akkor mondtam, hogy nem állsz be a célkeresztbe. Ja. Mert hogy... most arra ment a vérnyom? Vagy merre? Nem tudom. Itt teljesen keszekusza az egész. Lehet akkor nézni most kirelkire? Várjál, állj meg, akkor letesztelem ezt a lövést. Én is. Invalid target, nem lehet, lol. A lövés... Akkor várjál, mellé lövök sörétessel. Hát nincs benne. Nekem az van, bölcsát. Ilyen... Nagyon sok kis. Küldj egyet lábra. Persze, hogy kiszedj előbb össze az állatot. Dír. Bum, ja. Na gyerekek, hát akkor itt ezt elkaptuk. Szerintem ezt az állatot hagyjuk, mert kétlem, hogy belehalna, mert hogy nincsen vérnyom. Itt a vér, bazd meg. Ott a vér?
Itt. Cool. Annyira befostam, hogy így hallottam, hogy van valami, és éppen lemiutoltam magam, mert öcsémmel kezdett itt beszélgetni hátul. Ja. Én láttam, hogy ott van azért, csak pont néztem. Én is láttam, csak így pont így a távcső volt a kezembe, és így... Tudod, most visszament? Hát itt vissza, nem tudom, ez szerintem megint ilyen bugos valami, mert... Akkor nézzük meg, hát ha így dögött meg a nádasba, bár akkor megjelezte volna. Hát azt jelezte volna, jaj, sajna. Mert mondja Benny kell ándolni az, hogy szarvas. Mindig azt mondja, hogy dír. Lábra egyet dír. Igen. Jó. Ködös lett az idő, gyerekek. Gyöngyösön. Na várja, visszanyomom azt a spotot. Jó, arra kéne mennünk majd. Hú, hát ez durva volt. Ez durva volt, gyerekek. Mindenhez van egy cuccod? Lőszer meg ilyenek? Van. Csak Ratyi, ez a weapon, majd kéne egy jobb. Megnézem, hogy van-e más fegyver. A crossbow az, hogyha közelre van, akkor az jobb. Aha. Kicsit nem sokkal, de jobb. Én visszaváltok izét, jaj, a crossbow-t a shoti helyett. Azt én is. Nem tudom, vigyek sima ilyet? Hát nem tudom. Nincs kedvem most sima ilyet lövöldözni. Várjál, milyen hívók vannak még. Még elérhetőek. Na várjál, tehát inventory. Várjál, úgy volt, hogy fölmegyünk a hegyre. Az úgy nagyon nem sikerült. Hát szerintem akkor most szembe jött ez az ember. Akkor szerintem legyen az, hogy hívjunk le kvadokat, most pótoljuk be azt az időt, amit itt elítéltünk. De nem baj, ez így jó, hogy közben vadászunk, ez pont ez a lényeg. Jó? Persze. Csak úgy mondtad, hogy így menjünk, és akkor menjünk fel oda, és így... Jó ez így. Na azt mondja, ezt kidobom, ezt is, ezt ide. Akkor boltod be. Aha. Ja, nekem tudod, mi van, ezt figyeld, bazd meg. Ja igen, az a lesz sátor, ebből a három darabod van. Meg még a másikból is három. Jó, de várjál, és nem tudom ezt felszedni? De, hogyha azt kiteszed a kezedből, itt van ez a sátor. Ez dismantle, aha. Ja. Okay. És ott. Fasza. Én nézem, hogy háti zsákból van. Látom a bölényt, itt van telibe szembe velem, telibe, figyelj, szóljál, látod. Vagy mi ezt a izét, gnut? Látom. Figyelj, akkor 3, 2, 1, jó? Egy. Itt is egyből szembe. Mit csinálnak ezek? Ez bugol. Jó, nekem most fogyott ki. És ki is, meg is halt, kész. Oké, hát ez tuti direkt. Egy tárat beleküldtem, ez itt elbugolgatott. Hú, bassz meg. Nézd már meg itt. Majd a másikat kell figyelni, mert ugye... Egy lövés. Lesz. 2, 3. Ezt rengeteget kapott. 4. Na nézzük meg, hogy mit kapott. Ezt te ölted meg. Igen. Te valami a humérusát találtad, de a bal felső zombiát. A humérusát agyon lőtted. Bár akkor értem, hogy miért nem tudod futni, szerencsétlen állat. Humérusát. De a másik is megpukkan szerintem. Szerintem csak meg kell találni. Az ott arra futott, úgy. A vér megvan, hogy betrekkel? Nem. Nem látom a vért, az a baj. De... Látod, hol lőttük meg? Az a baj, nem még. Valahol itt volt, ez biztos. Bár itt a nyom rengetegbe, alig ha megvártjuk. Egy tuti hitet kapott, hogy kell keresni a vért. Az vigyázz, mert ezek szoktak olyat, hogy meglövöd és teljesen más irányba futnak el, mint ahogy látod. Mi? Igen. Hát, hogy meglövöd, elindul egy irányba, és dob egy 180 fokos fordulatot. Itt egy nyúlka ki.
Csúri nyuszi, hol van? Ez jó, ha dörög be, azért nem hallják, ha futunk. Nálam még nem dörgött, nem csak esett. Nálam olyan dörg, a nyulakat ne. Nyulakat ne? Pedig ahogy meglepően kifizetődő a... a nyúlvadászat. Ennyi. Olyan, annyira, mint a kacsavadászat, tehát hogy ott... Itt van valami, amit építhetek, várja, ezt meg kell nézzem. Az les lesz akkor, hogyha na. Építős dolog. Hát XP miatt gondoltam, meg kell van nekünk nekem. Azért mennyi XP-t kapsz? Százakat. Százakat? Na, hát minden kell. Minden XP kell. Ott van, felé lesz az állat. Aha, egy medve, bazd meg. Aha, az téged kiszúrt. Remélem nem. Hát... riasztó jelzést adott, mondjuk így. Ez a warning call. Ó, ez egy lesz, ez az. Felfelé megyek. Körbenézek. Én ezt most nem építem meg. Nem nagyon szeretem ezeket. Ezt a medvét én egyébként, vagy nem is tudom. Megnézzük, ezt a pudvát. Ebbe mennyi kellhet ebbe a medvébe? Meghoztátok a kedvem, elindítom én is. Na, gyere! Gyere már! Hú, basszus, tényleg a skin, megnéztük, hogy goldos lett-e az a izé, vagy nem? Micsoda? Jaj, azt nem! Bazd meg! Én sem. Miért nem tudsz? Mit nem tudsz csatlakozni a szerverre? Ez a map elvileg mindenkiné van. Ja, ez az alappályák egyike. Azért választottuk ezt. Itt volt valahol a maszkó. Igen. Várjál, te... ide akartunk... ez egy... ó, ne! Ja, hogy nem olyan verziód van meg. Értem. Te azt látod, hogy hova indultunk? Igen. Jó, fele jövünk nagyjából. Hát, csak köztünk van még egy sziklaszírt. Meeting call. Várjál, itt van az ember. Yep. De miért ebből két verzió van? Hát van a tört, meg a eredeti. Ja. Itt is egy tó, hát én elsírom magam. Mindjárt nézem, hogy látom-e. Én is próbálom. Spotolni. Ott van. Aha. Kisebb. Kettes szintű. Jó az. Már innen rá tudok lőni. Várjál picit még, hadd, én is hadd azért rá. Hány méter ez, bazzá? Várjál, még jön, itt a medve. Hol a medve? Mi az, hogy itt a medve? Ott előtte. Hol? Ott van a medve, ugye jelöl, csak... ott fut. Látom. Na gyerünk, akkor ezt most beszpotoljuk. A mackót, vagy melyiket? A macit, of course. Mackó az így bebújt oda a nádasba, hogy rohadna meg. Látom, fuck. Felülem a... ja, ott van, jön ki. Várj, ott egy izé, ott egy nőstény. Látom a medvét. Várj, nekem van medve izé, medve lugrom elvileg. Jó. Blackbird, ez az, várj, csalom. Befekszek, nézd meg, hogy jön el erre. Nézem. Ne! Gyere ide! Ne! Hagyd a medvét! Igen? Mit látsz? Olyan szar vas csorda jön ide, hogy ez? Hányod magad. De amúgy jön a medve. Elnézel a tó túloldalán egy ilyen több mint 30 tagú szarvas csorda megy. Hát de figyelj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 villog meg a szarvasok. Geci, előtte meg a medve, bazd meg.
Na kérdés az, mit válaszol? Ott van egy szép. De az nem jó, csak White Tail. Ezek ide jönnek. Várjál, jön a medve, bazd meg! Azt tudom! Várjál! De... Még csalom, csalom! Csalom! Csalhatod, de nem látom. De én látom, izébe van. Mindjárt jön itt felénk, amire én nézek, telibe arra van. Nézem. Bozótosba? Igen, itt a bozót szélén. A szarvascsorda meg éppen most fog átkelni. Balra is állat jön. Igen. Az itt van, nem nagyon igaz. Közel. Nagyon közel van, nagyon közel van. Igen, itt van mögötte, minden láttam. Az mindegy, az valami kis pici, azt hagyjuk. Azt hagyjuk, jó. Hagyjuk a faszba. A medvét is hagyjuk szerintem, mert hogy az így... Azon gondolkodok, igen. Ott a szarvas. Hú, a medve. Kérdés az, megpróbálkozunk, mert ezek minek? Ezeket tudom hívni. Ezeket a szarvasokat eltérítsük. De várjál, látsz olyan szarvast, akit megérnél előni? Én nem látok közöttük nagy baszót. Habár várj, csak ott van egy, talán. De az sem, a baj, kettes. Az a szint, az mit jelent, kettes. Hogy egyes vagy kettes? Mindig csak nem. Kettes. Azok szarok, ne nem? Is. De a medve is kettes, az most egy kettes vagy egyes, az most szerintem mindig nekünk. Te bazd meg, ezek felénk jönnek. Az igen. Hívjad őket? A sim... Várjál. Hívjad őket? Hívjad, mindent nyomja. Mindenki jöjjünk! Mindenki jöhet! Kész hangzavar van, ember. Ó, geci! Várjál, befekszem. Feküdjél le! Feküdjél és csúsz fel ide a dombra. Várjál, nekem jó itt. Itt is tökéletes állatás van. Na figyelj! Nem mozog el. Szerintem... Várjál, még hívom őket. Oké. Okay. Ezek amilyen hülyék itt tőnk két méterre fognak megállni. Jön a medve! Jön a medve! Téged fog megbaszni, itt van mellettünk! Itt a medve! Itt a medve! Geci! Látom! Lőjjel, vagy nem várjál, tudom! Várjál! Figyelj! Három... Kettő... Egy... Fut! Na jó, nem látom! Fejbe ment! Futnak a szarvasok! Várj, a szarvasokat még talán vissza tudjuk hívni. Nem ezt, te szar! Gyertek vissza! Mit csinálsz? Az egy olyat kapott, geci, az halott. Most már úgy voltam vele, úgyis elfut. A medvével mi történt? Nem futsz te sehova, te szemét állat. A medvével mi történt? Fejbe lőttem. És mit meghalt? Nem tudom, így hirtelen azt hallottam, hogy ne lőjél, és akkor ez a... Utána már ellőttem magam, akkor mondtad, hogy ne lőjek. Közben kifogyott a fegy. Ez nem meghalt. Ez itt maradt, nem az. Itt maradt ez a nőstény, izé megint, és csak tegelem neked. Ez mit csinál? Itt maradt egy? Itt. Ja, van amik bugolnak. Várjál. Nem lehet tegelni, úgyhogy akkor ez nem tudom ezzel mi van. Megölted, mert egyet lőttél? Én egyet úgy telibe lőttem, hogy most azt keresem, hogy hol a vére. Majd a folyó túlpartján lesz gond, mert én ott is lőttem egyet. Sőt, talán kettőt is. És nem tudom hirtelen mennyire lőttem rá. Ezzel most ugyan mi történt itt? Ő vele. Mindjárt nézem. Itt a nagy vér, itt a nagy vér, ez az. Oké, megvan. Tudod tegelni a szarvast? Jönnek vissza! Állj már le! Jönnek, bassz meg. Befekszek. A vérplassin befeküdtem. Úgyhogy ezek közelebb jönnek, én eső számszeréjjel levem őket. Én is. Ja, hogy ez maradt itt. Ez a nagy dög. Bazd meg. Jönnek most, vagy mi van? Nem látom őket, így a nádasba vannak itt. Várjál, fölgugolok. Én fölállok, mert úgy nem látom őket guggolva. Ott állnak. Igen, ott egy, nádasban. Jönnek. Most jön át, jön át. Közel van, bazd meg! Mohi! Feküdj már le! Célkereszt le! Várjál! Hát ez mi? Ha kell, revolverrel lövök. Itt van a számba az ember. Nem igaz! Mindenhonnan őket hallom, tehát hogy nem is azzal, hogy... Hali!
Ne bántsatok! Jó, most van itt egy kis bucka hát, hogy nem látok. Ez semmi móni, ez itt nem az, amire... nem az, aminek látszik. Meg kell lőni őket. Oké, felálltam. Egyet meglőttem. Mármint úgy, hogy ez okay. Feküdt azonnal. Most elmenekültek. Ezek mit csinálnak itt tőlünk jobbra? Ezek bugolnak. Akkor várjál, ugye agyon lövöm őket. Na, én ezt akkor megnézem. Ja, ott van, hogy bronz kategória. Aha, ja, értem. Na most már megvan ez akkor. Ezt megpróbáljam meglőni ezeket? Szerintem ezek úgy be vannak bugolva, mint a lófasz. Ember, ezek meghaltak. Mi? Menj oda, confirm trophy. Azt fogja kiírni, nem kapsz érte semmit. Van a hell. Na, és akkor még van az a nagy... Nagy... Ezek megint visszajönnek? Ott vannak, bazd meg! Ezek itt át akarnak jutni. Vagy nem tudom, mi folyik itt. De ott van egy szép, az nagyon szép. Amit most tegeltem. Minden van, ember. Mint a búcsúba. Ennyi, bazd meg. Öregségben elhúgy. Itt van ez a nagy vérplacsa, ezt meg kéne nézni, hogy ez kié. Itt is van, ez a tiéd lesz, mert én ezen az oldalon nem tudtam rálőni egyre se. Mert én a medvére lőttem. Ja, itt van a hullája, bazd meg. Itt van egy hulla, igen. Ez az, akit lelőttem, ez is azonnal megpusztult, lol. Itt van, gyerekek. Nem. Ja, mert már harveszteli valaki, aha. Én voltam, ezek ja, megint visszajönnek, csicsor. Bazd megint. Meg. Újra töltem a számszeréjét, mert ebből nem lesz elég mi időszer. Ezek mit akarnak itt? Nem tudom, át akarnak jönni és nem tudnak kerülni? Gyere már ide, itt van egy bucka. Itt vannak ilyen random buckák. Megint jönnek? Mindjárt nézem. Ja, de... Oszta, ott van egy nagyon szép, bazd meg! Ezek milyen jönnek. Avancsa van? Az kell nekünk, nem tudom kitegelni most valamiért, de olyan avancsa van, bazd meg. Hát nek... Ez milyen szerintem... Konkrétan hozzám ide jön egy nőstény, az ölembe. Meg egy hím is, mögötte. Meg még egy... Ember... Rá kell lőnöm majd mindjárt izére. Hogyha tudok erre, szemből nagyon csúnya rá fogok lőni. Én itt mindenre rá tudok lőni, hagyjad már. Egy kijött, kettő, három, négy. Sziasztok! Ne fussatok el, kérlek! Jó, én egyre rálövök. Három, kettő, egy. Egyel is feküdt. Vigyázz, itt rohangálnak. Berambózok, haver. Nem, inkább nem merek. Megint hívom őket, hát ha visszajutnak. Te rá tudtál lőni egyre? Hát elméletileg azt a szépet, azt lelőttem, csak nem tudom, hogy hol van. Keresem a vért. Egy még itt van a bozótosban. Jó, erre biztos nem lőttél rá, amit így leszettem. Átnézem itt a bozótos, mert valamit hallok. Jó. Hol van az, akit én meglőttem? Mert valahol itt kell, hogy legyen. Tuti, itt van, ez az. Visszafutok és megnézem, hogy békén hagynak-e végre minket. De gyere át erre az oldalra, itt sokkal könnyebb őket lőni. Nem vesznek észre, nem az, hogy... csak itt van a... lelőttem azt a kurva nagy szarvút, itt a vére, és ezt most le kéne... ...izé nem konfirmálnom. Csak nem tudom, hol van, bazd meg. Itt a vér, ez az. Megvan. Látok egy jávorszarvast, meg még egy jávorszarvast. Az ilyen nagyokat. Aha.
Ja, ez itt erre jött, és erre futott tovább. Ott be az erdőbe mindenki. Ah, medve. Ajjaj. Oké, viszont lehet, hogy lassan lépnem kéne. Van, sőt, szinte biztos. Ahogy érzed? Az nem az, nőstényt követek? De bazzeg, akkor mi az Isten követek? Hát itt mindent lőttünk, tehát hogy ezt... Ja. Biztos, hogy őt találtad el, mert hogy ott úgy nézett ki, hogy egymás egyén hátán jöttek hát ki. Hát egy ilyen nagy agancsost, azt elvileg nagyon lőttem. Oké, tőlünk balra itt van egy elvorszarvas. Ja, azt meg kapjuk el akkor. A parton. Na, megfordult fak. Az nem jó hír. Sétál felfele. Most visszajött. Ezt lőhetnénk innen akár akkor. Megnézem szám szerint eltalálom-e. Na, számolok. 3, 2, 1, 1. Hát ez... Meg is halt. Ez szívlövés volt szerintem. Tőlünk jobbra egy medve és egy... Igen, most szaladt fel. Na, az a kérdés, hogy mit ezt össze tudjuk-e szedni. Szerintem igen. What a hit. A vízen át tudok menni? Ott nem, itt viszont igen. Ahol én megyek. Ja, ugye nádas. De mindegy, hogyha én szedem össze, akkor is kapod a lót. Kérdés az, hogy melyikünk ölte meg? Én a szamszeria, vagy hát, te a... Ez szerintem én, mert ez, ahogy meglőttem, összeesett a faszba. Konkrétan egyszer előttünk. Azért kérdezem. Na, hát akkor majd kiderül mindjárt. Ja, azt elvittette. Szíven lőtt. Szíven lőttett előbe. Igen, de úgy néz. Úgy, hogy így elkerült mindent, de tényleg mindent, a tüdejét is, és csak a szívéből ment bele. So only szívshot? Aha, hát, only szívshot. Na, a 270 polimer bullet, ez az. Az jó. Ott elfeküdt tőle jobbra egy nőstény. Hol? Ott egy szarvas. Ja, látom, látom, aha. Kimész, ott. Hülye lehet, hogy ez volt a... Ah. Az ott rongál egy nőstény szaros, azzal ne törődj. Na nézzük, hogy ez itt mi. Várjál, most megállt a nőstény szarvas. Mindjárt megnézem, hogy el tudom-e lőni. A tegeltem egy szarvas, azt látod? Ezt is én ültem meg, de ez mikor? Lol. Hol van a tegged? Nem látom. Mindjárt jelölöm. Ott. Ja, látom. Hú, ja, ez nagyon közel van hozzám. Ezt innen ja. Nagyon, ezt innen telibe fogom tudni ülni, hogyha tovább jön. Jön még tovább? Nem, az ott körbe-körbe megy. Most nem tudom tegelni. Polimer, na az. Hát dupla a penetrationje van, igen. Ja, most megy kifeléd. Ez hozzám is közel van. Mehet a lövés? Akkor viszont 10 éve puskával lövök. Mehet, mehet. 3, 2, 3, 2, 1. Így, azt nyak szépen lőttem. Jó, én kezdek kifogyni a lőszerből. Ezután okay. Kör után nem is csodálkozom rajta. Hát igen. Na nézzük. Hogy ez hol fekszik majd meg, egyáltalán megfekszik-e. Hopp, ez medve nyombazd meg. Itt van, ahol én voltam. Ugyanazt lőttük? Akkor nem biztos, mert itt egy elszaladt lol. Ja, az meghaltott. Ez nem. Ez itt kaját, de lehet, hogy visszafutott arra, nem tudom. Az ja, arra lesz. Futott. Erre, igen. Mert te látom... Ezek a kemény szalad. Bokrok annyira zavarok. Ja. A quad is meg... Quadot is megállítja, azt hagyjam. Oh shit! Itt van a nyom. Aha. Oh shit! Ez úgy néz ki, mintha nem is vérezne. Ez érdekes, igen. Vagy te találtál már vérnyomot? Nem, egy darabot sem.
Hopp, ott van, tegeltem. Látom. Mi legyen? Hát, lőjük, adjunk neki, go! Ezek ezt elsietem most, sorry. Nem baj. Még egy párat lőünk is, én már csak revolverre fogok tudni rájuk lőni. Ja. Az most cinkes lesz, szóval mindjárt lehetkom a sátrat. Lehet, hogy úgyis mennem kell, és akkor most ezt hagyom. Jó van, oké. Úgy látom, tetszik a játék amúgy. Ja, nagyon bejön. Adja. De ez se vérzik, vagy most mi van? Nem tudom. Szabad, ez a polimer bulle. Ott van a vérnyom. Jó. Vagy ez nem, ez egy rakás szar. Szar? Fasza. Itt a vérnyom. És mi meglepő módon tényleg arra rohant. Ezt eladott ki ezeket a hangokat. Jó lesz. Ó, valaki csatlakozott. No. Reneteik. Hát ő szerintem nem néző. Aha, itt van. Megvan vadulva, bazeg. Akkor kicsit lejjebb vesz a hangulatát. Ez most nagyon elszaladt. Ózusi. De eltaláltam, azt láttad? Hát, azt nem tudom. Megindult. Hylix Swamps. Trenetek biztos, hogy nem néző, mert hogy... Vagy az egész... Ez most befagyott? Ja, ez befagyott. Ki? A szarvas, innen látom. Ott áll egy helybe. Na bazd meg. Nem ugye tegelem. Ja. Három fegyver van nálam, a negyedik a szkóp. Ja, ez is ez a befagyott. Tőled jobbra van most. Én nem látom, de hagyjak meg. Mindjárt látni fogod. Ezek így párba vannak szerintem. Párba fagynak ki. Ó, látok ott egy macit, azt még meg kéne baszni. Nekem viszont nincs lőszerem, és nagyon mennem kéne, szóval ezt most hagyom neked. Jó, oké. Most hagyom neked, viszont lépnem kell sajnos. Jó van, okés. Még lehet, hogy visszajövök, nem tudom. Alright, köszönöm. Ha lesz még kis szabad időm. Én köszönöm. Jó vagyé, csőcső. Halali. Vagy már el kell neked valami, hogy lerakjam itt a sátrat, hogy kivegyed, vagy... Jaj, azt akkor léci, pakold itt le. Akkor gyorsan ledobom. Darabom még legyen itten egy kör, ahol... A sátor, itt a sátor. Kösz. Le is raktam. Oké. Okay. Fogok kilépni. No, Hali. Csőcső, jó legyé! Na gyerek, itt jön a medve. Most ez hol van, bazzeg? Ó, edd a maci!
Hát srácok, ez elment. Baszlom. Vagy csak nincs rá vizsinom, hogy bement a nádasba, hova faszom bement. Nem látom. Nem látom a medvét! Megértem, baszni. Hát bazd meg, nem tudom. Gyerek, az első medve! Itt van! Azta! Ez megkapta! Ú, de megkapta! Azta rohadt! Fú! Szívtüdő gerinc! GG! Azta kurva! Jesus! Ez silver volt. Na, az már nem annyira szar legalább. Win! Hát ez nice. Ez nice volt. Na gyerekek, nem akarjön! De bazd meg, milyen terület ez te, hogy itt ilyen... Ez a másik, ez bebagolt. Nem akar jönni senki? Mert én akkor viszont nem ezen a pályán játszanék, érted? Azért indítottam el ezt. Hát más! Én most egyedül az izén tótam volna azon az éjszakai, vagy azon a havason. Hát más, teljesen a játékélmény. Az, annak is megvan a feelingje. Fögöm szavardál. Annak is megvan a feelingje, de... ja. Na várjál, én ezt innen most meg kell már előni, gyerekek, mit szóltok? Sikerült teljesen. Ez
ez azért tetszik, ez a pálya, mert itt, itt csomó állat van. Tehát itt csak bejössz, bazd meg, aztán mindenhol izé lövődözhetsz. Jó, nagyon. Mondj. Ez kurva élet, hogy erre futott, ne szapas. Nem. Na, nézzük meg a missziót. Jaj. Jaj, nincs misszió, hülye vagy Bilán, bazd meg, ez egy multi game, amit nem indítottál, faszom. Nem látom a nyomát. Hülye vagy? Na, itt már látom. Összar. Old. Fasza. De nem az. Nem, az egy másik volt. Az egy másik, az egy bebeg volt, példány volt. Arra azért nem lőttem. Érdekes. Here we go, here we go. Itt van, itt van, itt van, itt van. What the fuck? Ja, hogy erre hittem azt, hogy egy állat, oké, mi nem sem baj. Ez a miénk. Főszedem. Flat trail. Ott van! Ez az! Din! Ez az! És látod? Vagy azért? Ja, tüdőt! Elkaptuk a tüdejét. Jó van. Nicey dicey. Hát ez ilyen semmilyen állat volt. Na jó van gyerekek, akkor innen kilépünk. Tak. Select Reserve. Ja, itt lehet így a különböző. Hirschfeld! Ja, itt ez volt az izé. Egy ilyet már le is lőttünk. A medve. Puma. De Puma. Nézzük meg még ezt a izét is, bár nem akarok mindent így előni egybe az összes gémet. Az összes mapot. Hú, gecsi. Tudjátok mit kell innom? Egy kávét, baszki.
Go, Johnny, go, 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 go. Fail, fail. Mi van? Mi a fail? Mi az, hogy buy? What the fuck? Megpróbál... Megpróbálnám szerintem ezt a izét, ezt a sima Hirschfeldent. Megnézzük gyerekek ezt a sima izét, alapot. Hirschfelden. Hi, az a shop is finally arrived. Welcome to Central Europe. Central Europe. I'm Connie, the Wildhüter of Hirschfelden, reserve warden, that is. I'm here to make sure that your time here will be unforgettable. Unforgettable! Hirschfelden is one of the oldest hunting reserves in Europe, and we host a diverse population of the most popular big game for all hunting tastes. It's also the most beautiful place on Earth. No, I'm not biased at all. Check down and harvest your first animal. Go ahead and have a look around. I can't wait for you to experience all the beauty of Hirschfelden's fields and forests. Kösz. Why don't you see if you can find an animal track nearby? Mindjárt találok. Hello? There you are. Добро пожаловать. Welcome to Medvedtaiga National Park, friend. Not that we are friends, yet. I'm Hada Alena Hasabo. But you can call me Alena. I'm your primary contact, so you and I will be friend time. I've put together this cross-disciplinary expedition to study the effects of climate change in this region. Te. Úgy csöcstövön vágtam, bazd meg. Mindenképpen halott. De jó ez a pálya is, bazd ki, de király. Kurva jó. Na nézzük. Kisvér. Hunting roe deer? They're not the most difficult to hunt, but keep in mind their excellent senses of smell and hearing. Wow! Azt a király! Gyerekek, ez erre eljött. Itt a vér. Elkapjuk, elkapjuk, nyugi. Bazd meg. Nem megszapatott. Hol az állat? De jó ez az erdő. Jesus. Hát mindegyik pálya eszméletlen király, gyerekek, az igazság, azt kell mondanom, hogy iszonyat jó.
Halli, halli. Halló, halló. Nézd az órát, csak annyi történt, azért volt fail. Mi a lóz? Hát már elkezdtem most missionözni. Missionozó? Aha, ja, itt van, megvan ez, meghalt. Jaj, jöttem mondani így, mert ugye így, ez csak ilyen freestyle shooting volt. Itt van Móni. De nem, multiba is, vagy nem tudom. Hallod? Nem vitte át. Mit? Ennek a kis szügyös kis őznek, bazd meg a 10 kilós őznek, ilyen távból weaponomizét, a bőrét. If you want to get your bearings, akkor jó fegyvered van. Lookout points spread out all over the reserve. Ez mi volt? Lookout point tutorial. Visit a lookout point. Bejövünk. Ja, kezd borulni, bazd meg. Á, semmit sem jelent. Hogy? Semmit sem jelent. Ja? Nagyon babán meg van csinálva. Oh, look out point! Amúgy, amikor... meglősz, vagy összegyűjtesz egy állatot, menj oda jobb klikket, akkor meg tudod nézni kívülről. Tehát, hogyha nem így... Igen? Így átlátszóan. Igen. Aha, jó. Alright. Umoni! Jövünk fel ide! Tettere! Kodás! Azt mondjam, kis mindegy, ilyen kalandparkba bazd meg, amikor mászol fel. Nem tudom, hogy mit néztél, de lehet challenge, vagy itt másféle challenge-ek vannak multiplayerbe. Ja, hát, de alapvetően a sztorit azt azért arra nagyon kíváncsi vagyok. Quite a view, isn't it? From here you can see a lot of great hunting opportunities in the nearby area. Rattenfeld is a favorite region for a lot of hunters. Én is nagyon csináltam, akkor lehet, hogy is egy keveset. Jó teszed, but we also get a lot of history buffs here. To the south lies the Hirschdorf Hügelgrab, a grave mound dating back to the Bronze Age. Be sure to stop by one of the outposts. They're essentially base camps. Bazd meg, mekkora ez a pálya, te! Jesus! Ja, és itt van a lőtér, azt hiszem azon még pályán vagy. Vagy nem tudom, hogy neked elérhető-e. Lőtér nincs. Látom. Azt nem fogod látni, az úgy néz ki, hogy jobb lent van egy ilyen kis sziget. A mappot megnézed. És ja, ott. Van, aha. Oh yeah. Erőnk. Harany irány, gyerekek. Milyen baba a szél. Nézzük, mit tudunk. Azt tudti, gyerekek, hogy most polimer golyóval főszerelkezek. Hogy ez meglegyen. Meg megnézem, hogy még mik vannak. A polimer az a jobb átütő erejű, nem? Ja. Azt mondja, gyilkos. Mi van, Raider? A fekete medvét úgy egy hiteltem aranyapa, bazzek, hogy... Fekete medvét. Aha. Ami után kilépti. Még egy medvét levadás. Egy crossbow hit volt. Szívtűnő. Ja, a crossbow az olyan. A crossbow az olyan. És hagyjam, hogyha még... Nem tudom, hogy neked most még lőszer van. Takarodj át innen, te szarvas. Na jó, unfollow. Figyelj már, anyapa, majd lesz izé. Majd akarok PUBG-zni. Fél 60. Még egy kicsit ezzel pörgetem, de este mindenképp egy PUBG streamet letolok. Tehát akkor mehetünk majd együtt, mit szólsz. Ooh.
Már unfollow volt. Ja, már vége, már késő. Ri-ri-ri. Gyerünk gyerekek ide a kis szép házba. Hát nagyon kurva jó meg vannak csinálva ezek a... Kurva jó meg vannak csinálva ezek a pályák, gyerekek. Annyira ilyen egyértelmű, hogy hol vagy. Eszméletlen király. Ja, már itt van valami jogancs, bazd meg. Csak ezt fogjuk klémelni. Ja, azokat össze kell gyűjteni. És nem tudom, hogy a X mennyiséget összegyűjtesz, akkor mi lesz. Valamit kapsz. Just taking a break. Oh, you found a shed. I remember finding a big deer antler for the first time as a kid. It felt like I had dug up some real treasure. I still have it at home. Hát igen, ezek lennének itt a jó weaponök majd. King. 90 ezerén. If you want a neat challenge to pass the time when not hunting, many of the animals are shedding their antlers this time of year. They're still tricky to find, of course, but I guess that's why people like to collect them. Nem tudom, hogy a rákbőt összeszedni annyi pénzt. Hi there. I've got a bit of an unusual question. I hope you don't mind. Na szóval akkor... I think I mentioned Gerlinda, right? A refill ammo. És akkor 270 polimer bullet itt van, gyerekek, ez az. Ezt kell nekünk. Anyhow, she's missing some pictures for her book and was looking for someone to help out. It's a bit specific. I remember hearing that you're quite the photographer yourself, so... Hogyad már, várom, ott találtam. She's looking for a picture of a fallow deer taken in Rattenfeld. She'll pay quite well for it, so it may be worth the effort. If you are looking to help out Gerlinda with that picture, you're in the right place. You're in Rattenfeld. You're in Rattenfeld. Zika zuka. Hát a kanada húz az biztos, hogy nekünk nem kell. Szent. Ródír. Na, ez a ródír, ez viszont... Gerlinda is lovely, but here's a friendly tip. Don't ask her about fallow deer unless you mean it. She will not stop. It's beyond obsession at this point. On the other hand, there's no one better for hunting tips when it comes to fallows. Oh, and her venison stew is out of this world. Makes me hungry just thinking about it. Most nem tudom, hogy backpacken van-e. Szerintem nincs, úgyhogy megveszem, bazd meg. Aha, nem volt. De nem ám. Ugye? Basztam diszkát. Rename Lesser Gamesbook Black Buck. Ez nem tudom mi. Fallow Deer. Whitetail Springbok Lesser Kudu. Puma Lion. Huha. Nem találom, Bóli. Take a picture of a fallow deer. Accept. Take a picture, azt mondja. Na várjál. Szóval. Eljövök ide. Ask. Mission log. Inventory. Inventory. Ja, várjál, be kellett volna húzni. Azt mindig elfelejtem, paszt meg. Storage. Ez ki. 250 polymer. Fuck. Nice. Na, így mindjárt jó lesz.
Alright. Már az így ütni fog akkor. Mi? Azt mondjátok? Azt mondjátok? Baszta, milyen kis ház, milyen kis fűzőbaszás. Visszafele. Egy. Baszd meg, de durva. Tehát azt mondja nekem az ember, hogy utazzak el. Hova? Radfeldbe. De hova? Hova az anyádba utazzak, köcsög? Na mindegy, elmegyünk mindenhova. Mindent! Radfeld az a fölötted lévő ilyen körülnéző, ilyen zóna, tower. Kíváncsi vagyok, hogy... Onnan meg át fog irányítani egy outpostra. Az a baj, hogy full szél irányba vagyok, mindegy, akkor elfutok. Úgyse találom most semmit. Pedig szél irány. Várja már, bassz meg. Nézem. Ebből baj lesz, Móni. Ezt se vettem ezt. Jézusom, azt hiszem nagyon áthaladszódik a játék. Igen, igen, de én majd a Discordon nem sokára lelépek. Nem, én fogok. Előre. Ja, hát de én is elmegyek, már így egyedül nincs értelme nekem sem fönt lenni. Bázd meg ez a kurva szél, gyerekek! Itt a fallott dír. Ez viszont nagyon jó üzébe van. Vladimir, nem maradtál el, aranyapa? Nem, nem. Fall of Deer-re jó, akármelyik szarom. Jó ám, a hatos. Milyen távja van? 200 méter. Ott van, bazd meg. Pedig ez egy... Ez egy quest most! Az anyámban van. Miért nem jó a kép róla?
to get a bit closer for a clearer picture. Just received the picture. It's beautiful. Oh, I'm sure Gerlinda will love this. Lord. Everything you see now is part of the reserve, but the land itself is actually privately owned by the Zommer family. The current head of the family is Robert Zommer, and he's very supportive of the hunting reserve. Well, as long as it doesn't get in his way. You see, the Zommer family business has an agricultural arm, which include the grain and corn fields spread throughout half of the reserve. Unfortunately, fallow deer love corn, and they've dug into the Petershain fields recently. Zommer usually turns to Gerlinda to keep the fallows off the fields, but he's been bogged down with the book lately. If you feel like hunting some fallow deer in Petershain, Zommer will make it worth your while. Yes! Csak én maradhatok! Pam! Azt a kurva! Még majdnem a kis faszát is szétlőttük. De bronz kategória eset, 1000 pénz volt, gyerekek, megérte végül is. 70 kilós volt. I notice you're after a fallow deer. Be sure to stay concealed. They have some of the best eyesight among the reserve animals. Their good hearing and smell doesn't make things easier either. Igen. Na nézzük a telefont. Here's a little challenge for you. Harvest fallow deer at Petershain cornfields. Travel to Petershain cornfields. Ez hol van? Ott. Oszta. Az egy challenge. Jó, tehát egy challenge, oké? Okay? Itt is oda. Hú! Ez már silver volt. Oh, very nice. Ez az, gyerekek. Én egyébként nem véletlen gondoltam, hogy itt ezen kell játszanunk. Tehát igazából ezen a mapon kell itt megtanulni mindent. Mert most azt jutott, hogy szavannán is bazd meg izéket, én oroszlánokat meg minden. Nézzétek meg, ez milyen kis izgalmas. Egy kis laca. Mester zombi, köszi követést, aranyapa! Hello, hello! Üdv, üdv, üdv! Ez azt mondta nekem az ember, hogy az a quest, hogy travel to Radenfeld, find 5 trucks. Radenfeld. De ez a Radenfeld, ez a Radenfeld. 5 trucks. Ez például tök fasz a quest volt, hogy képet csinálni. Ugye ez a track, tehát 5 ilyen tracket kell. Talán 5 különböző, nem értem. Remek. Ez itt most egy másik. De itt mi van? Road deer. Warning call. Van valami baszni. De ezt megcsináltam. Adám? Mi ezt megcsináltam? Remek. Oké, akkor go oda.
Ródír. Ródírhez van pöckölöm. Van. Van! Van Ródír kólerem. Meghallotta. Jön ide, bazd meg. Olyan is, hogy jön, bazd meg. Hülye vagy, hogy jön? Gyere. Ródír, warning call. Mindegy, ezt elkaptuk. Tökéletes. Perfect hit. Mi hol kaptuk el? Oda, ha? Hol van a hulla? Mi van? Oda, ha? Te Móni, ezt nem fektettem meg telibe? Mi a fasz? Hol van ennek a... What the fuck? Nem mindegy. Hát ez akkor egy izé, akkor jövünk ide. Ez waypoint. Ez ott mi? Ott halt meg. Ja, hogy ő nem halt meg egyből. Áhá! Ja, hogy így lőttem el, lol. Oké. Minden világ. Archery score. Várjál, ilyet is adunk. Meg ilyet is. Durva nagyon. Brutál, bazd meg. Annyira jó meg van csinálva ez a játék, ez elképesztő, gyerekek.
Hello, Jimmy! Ú, jönnek ám, bazd meg. Várja, itt választanunk kell. Ó! Oh. Ezt látjátok azt az agancsost? A gyerekek, ezzel így kell gémelni, vágod? Ez a, most már végre megértettem ennek a lúrnak a működését. Tehát, hogy ez így ilyen overtime effekten működik. Azt az agancsost leszedjük, a többi picit béké hagyom, of course. Nem jók. Hol van a bika? Hol a bika, bazd meg? Hol a bika? Felállunk. Ott van. Ott az emberünk, azt kell nekünk. Ez messze volt, látjátok? Messze volt, sokkal följebb kellett volna húzni. Baszki. Kurvány ső. Megállt az eső. Ez megint egy nőstény. Ezek jönnek, bazd meg azonnal. Polimer golyó a lónak a faszat. Polimer golyó. Hát ilyen távból szétlőttem és nem feküdt meg. Ez a vér. Polimer golyó. Aha. Várjál, úgy csinálom, hogy azért ezt is. Meg kell a questhez, ugye ez. Ez az, megvan.
Jäger, akkor most a tab. Cause the mating season has begun, okay? No. Ezt akkor is elkapjuk azért. Most remélem, tudjátok. Tudom, hogy meddig kell ezt üldözzem ezt a szart, de remélem, hogy meg tudom ölni, bazd meg. Eszméletlen, pedig ez olyan clear shot volt, gyerekek. Nem baj, ez egy nagyon baba volt ezzel a trackerre. Ezek a kis állatok nem is olyan vadak, ez tök jó. Van, szaladgáljatok, szaladgáljatok. Hopp, itt a vér. Hova ment ez a Mónika? Most már lassan itt megdögölhetnám úgy. Nem? Ja, tehát hogy itt nyomott egy ilyen kört, aha erre, aha itt a lélek van ez, ha most jó. Oda, de erre, ott van, megfeküdt. Megfeküdt gyerekek, az agancsos. Itt van. Ez egy szép példány lesz gyerekek, ez azért nem, not bad, oda nézd milyen agancsa volt. Na nézzük, na, jó nagy, ilyen vaskos a lába is, durva. Na nézzük. Bronz fokozatú volt ez az agancsos. Wow. Baszki. És nem tudom, a polimer golyó nem vitte át ezt a kis szart. Szevasz Lockdown, hello, I'm Milan, sziasztok. Sziasztok, hello, hello. Hát gyerekek, na nézzük a mission. Két skill pont. What the hell? Ambusher. Increase and gain from last animal spotted. Ez a stalker kell most még nekem. Ó, ez kell nekünk. Connect the dots. Each time a track is investigated, the trail line is automatically drawn on your hunter made between tracks. Ooh. Investigated tracks that were not dropped in consecutive order. That line drawn for them. Semmi baj, aranyapa, ne viccelj már. Akkor ez megvan, és akkor még egy pörkünk van, ugye, azt pedig ráküldöm a zárt cserére. Decrease wobble while moving in aim mode. Recycle. Unlocks, oha. Wow! Na gyerekek, akkor most ugye úgy vagyunk, hogy... Two...
ID calls from two different follow deers. ID call. Yes, ID. Ez mi ez az ID call from two different? Mi ez az ID call? Hm? Ezt valaki googlizza meg, létszi, mi ez az ID call? Mi ez, hogy mármint, hogy értem, hogy mi az, de mit kell vele csinálni? De közben megindulok, bazd meg. Gyöngyösre. És ott írja a kilót! Ez az, na ez egy új, ez az új skillem. Nyomnál, hogy 40-től 58 kilóig. Alright, na ez így már jó. Na várjátok, így akkor most jövünk ide a kövire. Ki fog kerülni, igen. Mindenféleképp. ID call from two different fellow deer. Follow dire. Hát, aki ne rongyolni, megépítem ezt a szart. Szerintem semmi értelme közben futok. 40-60 kiló, ja, meg írja, hogy nőstény vagy, aha. Oh. Alright. Királyi tódat is ki lehet nézni. Na gyerekek, pont amivel ezt itt megbasztuk az ízét. Megbasztuk a főszarvast ezért. Úgy kéne, hogy tovább jövök ide. Fak. Tízi neki szól majd. Talán érgetek. Erre menjünk, mert nem megyek megint szél üzébe. De majd elmegyek vaddal, bazd meg. Vagy majd hanem arra fúj a szél, hm? Mit szóltok? Mi ez? Helikopter? Mindenhol ugyanaz a nevünk, aranyapa. Mindenhol. Nem
A gyújába szén a szalma, úgy ment a lidi. Szép. Ez nagyon szép volt, és ez ilyen szép avancsos. Bam! Duplat idő, gyerekek! Mind a kettőn átment. Hát a szíve fölött lőttünk egy picivel. Ez viszont már silver volt, vágod? Az egy szív. Mi ez az ID, cucc? Ez mi? Ez. Could you investigate calls between the followed deer? Ja, hogy egymásnak izének a followed deerek. Ez itt van. Nem igaz, mert egy ilyen, mert nézd meg, hogy életbe hagyom őket!
Még mindig Bambit vadászik. Nem! Ródír, bassz meg. Tepeg az eszé. Ez csak kettő, bassz meg. De én ezeket nem akarom megölni. Itt volt már mellettem az előbb is, ezek túl picik. Dagancsos levadásszam. Most az advanced gameplay-t mondom, gyerekek, most már választok. Csak a nagy szarvúokat vadászik le. Ja. Tudás. Ezek mind kis kutvák, bazd meg. Nekem izé kell, follow me. Arra is egy fut. Fasz! Fasz! Fejlődött kell csicsor. Ezekben kár a golyó, de nem ezt tényleg így kell csinálni, gyerekek, hogy... hogy... Jokosba. Minden ilyen kis idő, kis új keletű, kis... kis genyót nem öltek meg, bazd meg. Érted. Simogasd meg őket. Hol vannak a follow bírek, gyerekek? Tudom, mert azt hittem, hogy itt, mert itt roék voltak, és itt azt hittem, hogy ma jön valami nagyobb roedír, és akkor ezt megbaszhatom, de itt ilyen kis pudvák jöttek csak sajnos. Ne csodálkodszom a környéket. Ja. Na gyerünk, Móni.
Hívjuk-e? Ú, de jól néz ki ez az erdő, bassz meg! Mindegy, fussunk rá. Viszont 30 kilós, ugye ezt is látjuk, ez az. Ha azt esik, meg kín esik az eső, beszarod benne. Kurva jó! Szevasz, Pewing Lama! Hali! Nyugi gyerekek, nyugi. Jó lesz. Follow deer kéne igazából, nem ez. Ho. Volt az is, hogy ez. Kis bagyog, bazd meg. Azt a rohadt, hogy süt be a nap, Jesus! De hogy nézesz ki te? Nagyon durva. Ez itt volt a mászkál. 100 kilós! Gyerekek, itt van valami baszott nagy. Ezt elkapjuk. Fussak, amíg meg nem hallom a hangjukat? Ez hol van ez a szarvas? Ez kell nekem. És akkor utána kell csalizni? Már erre jön, bazd meg. Aha. Itt van nyoma. Ugye erre jöttél, Móni? Nem. Ezt meg. Nézzük ezt. Ez meg már ódír. 100 kilóst akkor elhagytuk. Hát de nem hallom a hangjukat. De az volt a questben, hogy ezeknek izéjük van, bazd meg, most kúró szezon, és még nem hallottam egyet se. 100 kiló volt semmi. Hát egy többihez képest. Többihez képest, aranyapa. Nem adnak ki a hangot.
De durvák a fények, bazd meg. Csak bagoly van, geci. Red Fox. Ja, hogy azt lehetne farmolni. Hát ahogy megyek, hogy baszd meg. Aha. Egy kurva jó kérdés van. Hallják a réteid, de aztán még neki lesz építkezni fel a plate. Azt is hallják. Még a fű is, persze, még a levelek. Durva. Tudom, már így jöttek folyamatosan. Kis pumpák. Vannak a libák, vadlibák, fönn bazd meg. Nem ez állat simogató gém. Igen, ez a mánik sajnos. Még vazd meg. Mondj még válogass. Az nagy! Az nagy! És ez lehet, hogy nem is ilyen deal, nem follow.
Nice. Oké, ezt megkapta. És ezt figyeld, mekkora gancsa van, bazd meg. Oda néz. Silver volt már. Oh, nice. Mi se percet. A róka sokat ér. Ez most megkapta a gyerekek. Meghalt mind. Na de most az a questem, én azt akarnám csinálni, ezeket a fallok díreket, ezeknek kell kihallgatni, ezért, amikor hívják egymást, vágod? Előtt, hogy 50 kilós. Na fel kell menjünk, gyerekek. Nem tudom, hogy hogy. Bazzik, ezek a húhogások, de kurva jó. Nagyon durván visszaadja. Wow, itt mi van? Olyan vízesés van itt, hogy mi? Mindenünk minden. Go. De hogy fogok én megnézni két izét? Ezt nem tudom. Liheg. Ezt a follow díreket. Milyen szél van itt múlva? Wow! Ház is van te. A sorrend irreleváns. Ja, de így nem tudom föl kollolni. Aha, oké. Hát előbb a viewpoint kell, érdekes. Tudj, van olyan achievement, lol, ja fasz. Hogy ne volna. Na. A nézését, meg a járását, megmászom a csomolunk már, dét. Ne fütyülj. Na Móni, itt hogy megyek föl? Ugye csak föl megyek vele, nem? Bennem. Jumpolj, köcsök, ez az. Ja, itt az út, oké. Jó van, Milán, szép volt. Gratulálok. Mennyire tetszik, csak mert alapjáraton én maga felfedezése egy napon, majd egy nap mentem. Hát igen. Én most próbálok így azért többet megmutatni itt streamen belül. Azért látogatom itt a pályákat is, meg anyád. De hát eszméletlen élvezetes. Spewing lába van. Na. Ennyi. És itt ez a ház egyébként, ez mi volt akkor? Semmi? Matrica? Kárdeng. Úristen, de durva.
eszméletlen baba. Na, gyerekek, úgy fog most történni a buli, hogy te szél vágod, hogy most így hagyjuk abba. Mert, tehát ezzel tényleg bazeg ilyen 24/7-ben lehetne játszani. Pontosan így, hogy kikapcsol. Így, igen, igen. Anyám. Ez te kurva. Kurva jó. Na, szóval innen folytatjuk majd holnap reggel. Mármint ezt a gémet. És akkor most újraindítom a streamet. Aztán akkor megyünk PUBG-zni egy kicsit. De jó volt. Madre, jelentúltam 9 hour-t a game-me. Jesus, madre. És nem untam meg. Talán ez a legdurvább. Elképesztően hangulatos az összes map. Tehát, hogy igazából tök érdekes, mert ugye három pályát is így kipróbáltam Szőrével, talán a Szavannáson a legtöbbet, ami egyébként utólag belegondolva lehet, hogy kicsit hibás döntés volt azzal kezdeni. De mindegyik pályának nagyon-nagyon faszán meg van csinálva ez a saját atmoszférája, és tökéletesen különbözik. De más game-ben játszanának, mások az állatok, minden, egyszerűen elképesztő. Elképesztően jó meg lett csinálva, és iszonyat faszán smooth-ul megy. Tök jó ez a vadászgatás benne. Annak ellenére, hogy most oké, ilyen kis őzgidákat ölünk tényleg, de oké, de hát ez a játék, ez erről szól, most ez egy játék. Nyilván. Na. Ez a zene is iszonyat OP, ott van a helyén. A tájak, a grafika, a lövődözgetések, minden. Egyszerűen ez a játék, ez telibe, ez nagyon-nagyon fasza. Ez a változó vedőr, kurva jó. Most látszok, úgyhogy akkor mára ebből ennyi volt, most egy két perc újraindítom a streamet, és akkor menjünk PUBG-zni. Aztán holnap reggel, de megint ezzel fogunk kezdeni, jó? Mit szóltok most itt ezt, addig még tolunk, amíg így érzek a játék a kapcsolatba. Pörgetjük. Eszméletlen király, gyerekek. Eszméletlen király. Valahogy engem nem kapcsol ki állatok gyújtalásokból, ez csak én nem értem. Hát, screwing nem azért, mert így nem voltál itt az egész alatt, de tényleg eszméletlen csillagén, tehát hogy nagyon. Hát most nem ez a rész, hogy ezeket a 30 kilós őzgidákat ölöd, de ott a szavannán, amikor az oroszlán cserkésztett be, meg a nagy muflont, vagy mi a faszom volt az, az jó volt. Meg a táj, tehát az egész egy fedezett föl, és úgy beleéled magad. Nagyon rendben van. Most azon a tényen kívül, de attól nyilván elvonatkoztatunk, mert hogyha így ezt mondod, hogy nem kapcsol ki állatok gyilkolása, valakit azt kapcsol ki, hogy Quake 3-azik és darál benne embereket, érted? Tehát gyilkol más embert, azt kapcsolja ki. Hát akkor most nem indulhatunk ki, hogy most itt ez izé, akkor milyen kibebaszott nyomorultak vagyunk, hogy állatokat ölünk, mert minden játékban valakit megőrz. Tehát ez a PC izé, ez nagyjából erről szól. Minden játékban van halál, meg kell ölnöd valakit. Tehát ez ennyi. De ez nem jelenti azt, hogy utálod az állatok. Én például a valóságban nyilván nem. Tehát meg ki nem állhatom én is ezt az egészet. Hogy izé állatgyilkolás meg minden, de maga itt a gémen belül ezt egy kicsit így megnézni. És ennyire élethűen, hogy így át is adja rá, de ez így kurva jó. Soha ez így nagyon bejön. Nagyon bejön. Láttam már korábbi streameket is, csak nem mindig értem rá írogatni, úgyhogy podcast... LOL. Ja, mert hát ez egyébként igen olyan, hogy sokan most ezt, mit tudom, hogy valaki ezt úgy gondolja, hogy bejön, és akkor így azt látja, hogy ilyen izé, ilyen állat killer game, hogy így ilyen levadászod meg minden. Én a valóságban gyűlölöm a vadászatot, meg ellene vagyok, de ebben a game-ben speciál tök érdekes érzés ezt megtapasztalni, ezt a vadász üzemmódot. Tehát, hogy ez is egy ilyen oldalág, gyerekek, oldalág. Szevasztok, Tóth András, halihó, aranyapa. Na, srácok, akkor újraindítom a streamet, és akkor jövünk a PUBG-vel, jó? Nyomjuk a PUBG-t, mindjárt érkezem, adjatok egy pár percet, kicsit felfrissítem magam. Aztán folyt, köv. Köszi szépen, hogy itt voltatok, hogy néztétek, és ne aggódjatok, mert hónap reggel folytatjuk ezt a gémet. Ez tuti. Most ez a 9 órácska, ez így elég volt belőle egy hirtelen. Ja. Szóval ja. Na, boys, girls.
Mindjárt érkezem. Maradjatok a vonalban. Akit érdekel a PUBG persze. Na, szevasztok, köszönjük, hogy itt vagyok. Peace.